gondolkodva voltam, és akkor egyszer csak meggyógyultam, és most itt vagyok, és borzasztóan ez a második életem, újjászülettem, és most este imádkozom, és megköszönöm a mindenhatónak. Most én nem arra a szakállas istenre gondolok ott, amit Evangelo megfestette a Sixtusi kápolnában, hanem abban, hogy így fölöttünk valahol van egy összerendező elv, én ezt mindenhatónak nevezem. Tudom, nem valószínű, neki van ideje, hogy velem személyesen foglalkozzon, de valahogy mégiscsak hat a mi életünkre, a mi sorsunkra, és én most kérem őt, hogy én most az újjászületésem után ebben a második életben most annyira tudok örülni, hogy élek, mert amíg az ember egészséges, az a természetes, hogy nem is ér rá a rohanásba, de most minden nap megélem, hogy ezt a napot is még megadta nekem, és neked ez milyen jó, hogy tegnap is, meg holnap is genetikai tanácsadáson 12 párnak tudok segíteni, hogy írok egy könyvet, hogy most magával beszélgethetek. Szóval most tudom élvezni az életet, és köszönöm a mindenhatót.